videófelvételt készítek, erről a nagyon magas felső kategóriás AIVA deckről, pontos típusa AD VX929. A V az dupla V, elnézést kérek. Rendkívül komoly kazettás magnó, dupla, illetve úgy mondom, hogy nem is dupla, hanem dual recording system. Mind a kettő oldala képes egyszerre felvételt készíteni. Ezen kívül mutatok egy kalibrálást a készüléken. Egy BIOS kalibrálás készít most a szalagról, illetve a kazettáról. Az előmágnesezés teljesen automatikusan ő magának beállítja. Utána, amikor ez elkészült, akkor visszapörgeti a kazettát arra az előző pontra, pontosan ahol volt. Ha OK-t ír ki, akkor rendben van minden, mind a két oldalra ez külön-külön elvégezhető, egy-egy, illetve hogyha azonos kazettát használunk, mindkét oldal felvételénél. Rendkívül komolyan betét van belerakva, amilyen kerámiknak szokták mondani, antistabilizátor, szóval stabilizátorként működik a kazetta egységnél. Mind a két oldala természetesen oda-vissza játszós, hát ez az AIVA deckeknek egy nagyon érzékeny pontja. Én nem jöröktem be a kazettát, elnézést. Igen, már készíti is. Illetve nem lett volna kötelező kivenni, mert ha átváltottam volna a fejet, mivel a szalag a kazetta elején volt, úgy működött volna a másik irányba. Ha OK-t ír ki, akkor beállította magának az előmágnesezést a készülék, és a legjobb minőséget várhatjuk utána tőle. Kész. Rendkívül szép hangú készülékről van szó. Be lehet állítani felvételjelszintet. Van record fader, egy gomnyomással lekeveri a felvételjelszintet. A lap time lehet idő, és számlálót használni. Rakok be egy közet, tehát hogy halljuk, hogy a felvett zenét az hogy adja vissza. Gyönyörű szép csilingelő hangja van. Más oldal. Teljesen hibátlan készülékről van szó, mint mondtam. Ezt a kazettát kiveszem, és az egyes, opá, ebbe akartam, az egyes kazetta fészekbe visszahelyezem ezt a kazettát. Nem tudom, hogy külső forrásból. Ó, hát ez nagyszerűen működik. Már készítem is a felvételt, meg vissza tudjuk hallgatni a közvetlenül. El is indítottam a felvételt. Metál kazetta a révén.
ki lehet fegyverelni nyugodtan plusz 3-ig. Leállítottam, visszahallgatjuk, hogy hogy vett föl. Tökéletes. Nagyon szépen vesz fel. Ugyanaz a felvétel, mint a lejátszás. Átrakom a másik oldalba, hogy azt is leellenőrizzük, hogy hogy vesz fel. Már megy a felvétel. Lehalkítom, mert a zenei anyag miatt letiltják a hangomat, illetve a hanganyagot. Nem a számra vagyunk kíváncsiak, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy működik a készülék. Visszapörgetem, meghallgatjuk, hogy hogy vette föl. Teljesen jó. Ugyanolyan. Kijelzéssel, szíves érlés, minden teljesen hiteles. Hát ebben biztos nem fogsz csalódni. A felső kategóriának a teteje a készülék, és dupla kazettás, mind a két oldal a felvevő, lejátszó, és nagyon szép állapotban van, láthatjuk a tetejét is. Eredeti japán gyártmányról van szó. Sajnos távirányítom nincs meg hozzá, egyébként távirányítható a készülék, de távirányítom az nincs. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted a videó felvételemet. További szép napot kívánok!